sziasztok! A mai alkalommal egy TRX szám segítségével fogok nektek bemutatni pár gyakorlatsort. Mielőtt nekifognák a gyakorlatnak, fontosnak tartom, hogy előtte mindenképp melegítsetek be. Ez néha elmarad az edzések elején, azonban fontos szerepe van, hogy megelőzzük a sérüléseket. Az első gyakorlatunk egy mellkashoz való felhúzás lesz, majd ezt váltja egy Y betűbe kimenő forma. Jó, mutatom. A pozíció megtalálása nagyon fontos, hogy feszes legyen már a hám, és annak függvényében milyen erőnléti állapotban vagyunk, a rögzítési ponthoz annyival közeledtünk a talpunkkal, ahhoz jövünk fel. Mikor megtaláltad a megfelelő szöget, felhúzod magad mellkashoz, majd ezt váltja egy Y-ba kihúzott forma. Jó? Ezt a két gyakorlatsort fogod váltani. Itt fontos, hogy a hám az mindig legyen feszes, és a fej a törzs vonulatában ne tűnjen előre, a fül-vál pozíció az mindig maradjon egy irányba. Ebből a gyakorlatból végezzetek 10 ismétlést, úgyhogy mindig csak az Y-t számoljátok, azaz összesen 20 és 4 szériában. A következő TRX számmal végzett gyakorlatunk, egy alsó pozícióba eresztettük a TRX-et, csinálunk egy egylábas vagy egykezes hámrendszert, ez így biztos stabilan megtart, ebbe fogjuk beakasztani a láb fejünket. Jó, hámot olyan pozícióba kell leereszteni, hogy a lábszár és a comb az egy derékszöget zárjon be. És egy klasszikus burpee lesz, lemegyünk fekvőtámasz helyzetbe, onnan fogunk felszökkenni a levegőbe. Mutatom. Jó, ennél a gyakorlatnál arra kell figyelni, hogy fekvőtámaszhoz, amikor kimész, a csípő pozíció az ne essen le, ne legyen túl fent. Próbáljuk megtartani, megfeszíteni a törzsizmokat. Ebből a gyakorlatból oldalanként lábcserével 10-10 ismétlés, szintén 4 szériában. A harmadik gyakorlatunk szintén a TRX szám segítségével. Az egyre inkább elterjedtebb plank pozíció lesz, de ennek is az oldalsó formája. Beakasztod a lábadot ebbe az alsó hevederbe, majd átteszed keresztbe, kiegyenlíted, alkartámasszal rögzíted, és kiemeled a csípőt. Itt is hangsúlyosan fontos, a csípő ne essen túlzottan le, ne is legyen túl kiemelve. A törzs folytatásaként megtartod a támaszt, kinyújtatod a felső karodat, és ezt fél perctől egy percig kell kitartani. Akinek nagyon jól megy, azt tud nehezíteni csípő kiemelés megtartással. Fel, vissza, fel, vissza, fel, vissza. A gyakorlatokat mindkét oldalra kell végezni értelemszerűen, és ahogy elmondtam, annak függvényében ki milyen erőállapotban van, fél perctől egy percig ki lehet tartani a pozíciót. A bemutatott gyakorlatot mindkét oldalra természetesen el kell végezni, fél perctől egy percig tartandó idő közönként, ugyanúgy 4-szer megismételni. Kívánok mindenkinek jó edzést, találkozunk legközelebb!
Műsorunk támogatója a Fitpoint. Támogatónk az Európower Tech. Az egészséges táplálkozásban partnerünk a K&K Chicken. Az edzők ruházatát a Fitwear biztosította.